1100 gyermek érkezett a Bem József általános iskolába, az intézményben és tagintézményeiben tanuló diákok énekeltek közösen a tornateremben Bagdi Bellával és zenekarával. A Bem Nyíregyháza első úgynevezett boldog iskolája, az intézményben boldogságórákat is tartanak, amelyeken a boldogságra való képességet növelő technikákra tanítják a gyermekeket. A boldogság program keretében minden héten egy boldogságórát tartunk a gyerekeknek. Igazából ez a boldogságóra az nem egy konkrét órára vonatkozik. Minden hónapnak megvan a saját témája. Március 20-a a Boldogság Világnapja. És gyakorlatilag ez egy olyan módszertani dolog, amit megtanulnak a kollégáink és a gyerekeknek átadnak, amellyel boldogabbá tehetjük a gyerekeknek az itt töltött napjait az iskolánkban. Az Énekelj a Boldogságért elnevezésű koncertsorozat nyíregyházi állomásán a Boldogságóra program alapítója Bagdi Bella és zenekara énekeltette, mozgatta meg a nyíregyházi diákokat. Ma már komoly kutatási eredmények bizonyítják, hogy a boldogságra való képességünk fejleszthető, és igenis tudatosan elő tudunk hívni magunkból pozitív élményállapotoknak, és ennek megvan a maga technikája, módszertana. Ezt tanulják meg a gyerekek a boldogság órákon, és hát a zene az egy csodálatos eszköz az önfejlődésre. Ezt már Kodály Zoltán is megmondta, hogy a zene egy lehetőség, hogy önmagunkat megismerjük, és hát a pozitív zene meg abban segít, hogy ezeket a pozitív érzéseket elő tudjuk hívni magunkból, hiszen a zene a limbikus rendszerre hat, ami az érzelmeinkért felelős, és hát itt fergeteges a hangulat, lehet látni, hogy a zene azonnal lázba hozza az embereket, a gyerekeket, a felnőtteket egyaránt, mosolygósak, derültek, fölszabadultak lesznek tőle. Én egy pozitív, pozitív terem vagyok. Az Énekelj a Boldogságért elnevezésű koncerttel a boldogság és a zene egészségre és élettartamra gyakorolt pozitív hatására hívták fel a figyelmet az éneklők.